Üdvözlet mindenkinek újra. A mai nap ismét hoztam kereskedéseket. Ugye jelenleg átálltam a 6-páros rendszeremre. Ugye ezt akkor szoktam, amikor az arany-ezüst nem megy annyit, mint amennyit úgy általában szokott menni. Ilyenkor ugye ki szoktam egészíteni a portfóliót. De nézzük a technikai képet. Azért rajzoltam fel csak egyszer, mert tulajdonképpen D1-ről, tehát D1 high-ról korrekciózó hullámot kereskedett meg a robot. Ugye látjátok a képen, hogy DAX, Euro, USD és GDP, USD. Na most az egyiknél ugye H4-en lépett be, a másiknál H12-n. És szintén a harmadiknál, ott pedig H8-nál. Na most van több kereskedés, tehát több cikluson belépett, mind a háromnál. Egyedül a Euro-USD-n volt azt hiszem egy kereskedés, de ezt a videón majd látni fogjuk. És mindezt zártam D1 aljon. Utólag így a GDP-USD-t lehetett volna egy kicsit később is zárni, tehát abban még volt néhány pont. De így is szerintem elég szép kis kereskedések kerekedtek belőle. Na most, a kereskedésekről így ennyit mondanék. Ugye említettem a tegnapi élőmben, hogy lesz néhány változás. Ugye, mint weboldal, szerintem meg fog szűnni. És Telegram csoportok lesznek. Tehát egy darab csoport lesz mindegyik YouTube csatornához, de ugye a fő profil az ugye a kereskedés lesz továbbra is, mint póker, meg gaming az tulajdonképpen nálam csak egy hobbi. És egy csoportban lesz a tartalom, viszont külön témákra, külön topikokra osztva. Na most azért gondoltam így, hogy megcsinálom, mert ugye statisztika azt mutatja, hogy igazából az oldal csak arra használják, hogy megnézzék, hogy mennyibe kerül a robotára, vagy ugye hogyan juthatnak hozzá az emberek. Hogy ugye a második legtöbbet keresett az a mentorálás. A harmadik dolog meg ugye ez a finanszírozó cég teljesítés, de ugye én ezt már jó ideje így szüneteltetem kifele, pont azért, ami tegnap történt, és pont ezért nem szerződök le így egy céggel se. Számtalan cég megkeresett már, hogy szerződjek le vele, de ugye én mindig nemet mondtam, pont ezért a dologért. Mert ugye én nem vagyok felelős, hogyha egy cég csődöt jelent. Arról én nem tehetek. A gond azzal van, hogy ha leszerződök egy ilyen céggel, akkor az emberek összekötnek vele. És nem igazán szeretnék így járni, hogy leszerződök egy céggel, és akkor ugye tulajdonképpen a kis idő múlva tönkre megy. Ennek vannak számos hátrányai. Most ezeket nem fogom itt felsorolni, de szerintem érti mindenki nagyjából, hogy mire szeretnék így kiukadni.
Na jó, rendben. Így ennyit erről az infóról, hogy milyen változások lesznek. Az, hogy mikor következik be ez a dolog, mármint ez az új grup, azt még nem tudom. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, nézzük meg, hogy milyen lett a kereskedés. Thank you.